Végre elérkeztünk a pillanathoz. Hosszas kutatás során végre rátaláltam a harmadik legnagyobb mémre a szlovák irodalomban. Ha követted a videóim, akkor már láthattad a kövér villogó óriás méhet, a létrás lecsúszós halált, és most végre bemutathatom a harmadik legemlékezetesebb pillanatot a filmesített szlovák művekből, a kútszexet. Filmünk azzal kezdődik, hogy a falu férfiai készülnek a háborúba, és erre a világ legidegesítőbb gyereke adja a zenei aláfestést. Itt látjuk főszereplőinket, Adam és Eva Hlavajt, ahogy elbúcsúznak. Evára ezután minden férfi munka ráhárul, mint például a szunnyálás a mezőn. Szinte hihetetlen. Naponta átlag 10-en szenvednek súlyosabb sérülést az elcsúszás miatt. Az elcsúszás miatt. Elcsúszás miatt. Ez már egy régi lemez. Ez már egy régi lemez. Ez már egy régi lemez. A kacér közjegyző Okolicki beindult, ahogy látta, hogyan tud elboldogulni nagyobb dolgokkal is. Ezután hazatér Ondrej Korenya háborúból, úgy nagyjából 80%-ban. A Bucky féle robotkarját még nem küldte le a posta. Eva ezután megijedt, hogy a férje is robotzsaruként fog hazatérni, így elment a közjegyzőhöz segítséget kérni. A segítség kisebb volt, mint amire számított. A filmművész ilyen kutyával, gyerekkel és egy kúttal ábrázolta a többé-kevésbé közös megegyezésen alapuló közösülést. A faluban közben újabb férfiakat verbuválnak a seregbe. Az orvos ujjazással állapítja meg, hogy a katonák jobb vagy bal kézzel fogják majd a puskát. Ondrej is bekerült a honfoglaló hosszú hadjárat körébe. Melyik térfogat mérték? 45 méter egyértelmű. Mi? A liter? Nem is térfogat mérték, a négyzetméter térfogat mérték, ezt Eginár rontotta a honfoglaló. Anyja, Ilcsicska, próbált segítséget kérni a paptól, de az csak valami kifürkészhetetlen utakról beszélt neki. Korenynek még mindig nem jött meg a robot keze, ezért nője a szalmában keresett vigaszt. Ondrej el akar szökni a katonaság elől, de anyjának nem tetszik az ötlet. Akkor már halljon meg igazi férfiként. De ez sem sikerült neki. Eva közben összeesik a lehető legrosszabb személy mellett. Kiderült, hogy terhes. Adam majd biztos fog örülni, hogy 2 év távol lét után végre láthatja az új szülött fiát. Ha Ilcsicska is részt vett volna a háborúban, már vége is lett volna. Eva közben hangokat hall. Természetesen ebben a szlovák műben is elengedhetetlenek a gonosz magyarok. Arszol! Arszol! Már
Tapad, tapad rá! Rühesd el! Mit bámulsz? Ás el! Ne bámészkodj, te borjú! Te hornyák birkapásztor! Piszkos kótya! Hát, kapd a szívi! Mit mondtál? Ondrejre ráment az ideg, és megölte a felettesét, ami miatt számára is game over lett. Evának megszületik a gyereke a közjegyzőtől, a világ leghalkabb csecsemője képében. Eva ezután rámegy egy himbálózó hídra, ami jó mókának tűnik először, de azután meghal. Ez már egy régi lemez, ez már egy régi lemez, ez már egy régi lemez. Ezek a szlovák művek mindig ráébresztik az embert arra, hogy az élet milyen könnyen múlandó. Elég csak egy teljesen jól működő létra, vagy egy ingatag híd, 10 centi víz fölött, és már rólad szólnak a hírek, és veled van tele a sajtó. Ezután Adam végre hazatér, miután dezertált a seregből. Megtudja a híreket Eváról, de bújdokolnia kell. A részeges Jano úgy döntött, hogy megkeresi, és meg is találta. Becsukják őt egy low-budget börtönbe, nem sporultam semmin, ahol megszökik a plafongerendák közt Jano segítségével. Ennél a Janonál semmi sem lehetetlen, csak el kell határoznia magát, és már meg is valósult. Adam megtudja az igazságot, hogy Okulicki kihasználta a helyzetet Evával, és lejáratja a falu előtt. Egyébként Eva gyereke végül mégis meghal egy járvány során. Ez a film olyan, mint a 10 csapás, csak ez 100 csapás. Adam bosszút fogad Okulicki ellen, és a vadászháznál rá is talál, ahol egy legendás összecsapásnak lehetünk szemtanúi. Nyugi. Tudom, hogy most aggódsz, de ne aggódj. Túlélte ezt a hatalmas zuhanást. A háborúnak végre vége, hazatérnek a katonák. A falusiak fellázadnak a korrupt közjegyző ellen. Ondrej viszont nem tér haza. Az anyja meg elkezdi zaklatni a katonákat, akiknek ez nem tetszik. És... Can I go one time? Next time? Yeah? A közjegyző ki akar szökni a faluból a jól megbízható szénában, amely kitette a falu gazdaságának 90%-át, de a szemfüles lakosok kiszúrták, mint tűt a szénakazalban. Ezután szertartásos módon kivégezték a lágyon lengő hídon. Mégis mi van a túloldán, hogy mindenki oda akar menni?